Szép jó napot mindenkinek! Isten hozta, lovag uram! Mi áradban itt a mi kis falunkban, ahol még a madár se jár? Nem vagyok én lovag, kedves napamasszony. Napamasszony? János! Mi? Édes uram! De nagyon vártalak! Ilonka. János! Meghoztam az ördög három hajaszálát. Gyere, kis Ilonkám, legyen ez a gyűrű. Most már nem fog rajtad a boszorka átok. Átok! Átok! Mi bajod a húgom? Mi lett? Rosszul lett. János, hát rajtad nem fog se ördög, se halál. Se ördög, se halál. Hova fussunk, János? Orvoshoz vagy paphoz? Nem kell ide orvos, sem pap nem hiányzik. Magukhoz térnek majd, de a rosszaságuk nyomát majd ezentúl kívül is viseli. Jó napot, anyóka! János, te ismered a nénit? Persze, jól ismerem. Amikor legelőbb ti hozzátok jöttem, akkor ismertem meg. Nem ismersz te, János? Hogy? Sem édesanyádat nem ismered még. Most jöjjön, komaasszony. Ide néz. Na hát, ez hogy lehet? Tündérré változott. Nem változtam azzá, mert én tündér vagyok. Tündér? Csak hogyha akarom, mássá változhatok. Itt van a te szülő édesanyád, János. A derék Molnárné csak nevelő anyád. Édesanyám? Jánoskám, fiacskám! Édesanyám! De jókor lelem meg, kedves édesanyám! Épp most lett igazi asszonyom Ilonka. Az volt már előbb is. Jaj, de az átok alól csak most oldotta fel ez a gyűrű. Tessék! Aj, micsoda beszéd! Az az átok az csak kitalálás volt ám. Azért, hogy az úton elkallódj, odalégy! El akartak veszélyteni? Ilonkámtól elszakasztani? Na hát ez aztán! Ne dühösködj, János! De hát megköszönjem nekik. No, azért azt nem kell. Meg tetszik büntetni őket? Dehogy, kislány, dehogy. Az nem az én dolgom. Akiben rosszaság lakik, annak legfőbb büntetése az, ha körülötte jóra fordulnak a dolgok. Akkor hát most mi lesz? Most? Éltek boldogan, míg meg nem haltok. Egy percig se tovább. Hetet hét országra szóló lakodalom? Az is lesz. Hadd szóljon már is a muzsika. A táncot megropja, jár ennyi büntetés. A két kerékkötő asszony is. Rajta hát! Jaj, összegörnyedtem! Verem a lábam! Már itt nincs több dolgunk. Meg volt a próbatét. Örülhetünk, hiszen többen voltak, akik helytáltak. Te pedig nem csak teljes jogú tündér vagy, hanem mostantól már tanító tündér is. Köszönöm. És most hogyan is szoktad mondani? Libbenjünk! Libbenjünk!